házi Barbara házasság kötésére jöttünk most össze, ez a koromból mindenkinek van. Mert ez a két szép fiatal elhatározta, hogy ma, vagyis 2021. november 27-én hivatalosan is szövetségbe léptek mással. Ti ketten azzal a céllal jöttetek el hozzám, mint a Turai Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjéhez, hogy a tervezett házasságotokat a törvény értelmében meghessétek. A rendelkezésemre bocsájtott iratokból én megállapítottam, hogy ennek a házasság kötésnek nincsen törvényes akadálya. Ahhoz, hogy létrejöhessen, most már csupán arra van szükség, hogy itt előttem és a megjelent két tanútok előtt egybehangzóan kijelentsétek, hogy egymással házasságot szeretnétek. Ezért majd először felteszem a kérdést a mennyasszonynak, aztán majd a vőlegénynek, és majd kérem, hogy a kérdéseimre jól érthető igennel vagy nemmel válaszoljatok. Házi Barbara, kijelented-e, hogy az itt megjelent Szűcs Gergővel házasságot kötsz? Igen. Köszönöm, határozottan. Szűcs Gergő, kijelented-e, hogy az itt megjelent Házi Barbarával házasságot kötsz? Ezért az előttem és a megjelent két tanútok előtte egybehangzó nyilatkozataitok alapján megállapítom, hogy Szűcs Gergő és Szűcsné Házi Barbara a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében ettől a pillanattól fogva bizony házastársak. Tapsoljuk ki őket! Thank you.
házasságot meg szeretettel tartom és igyekszem. A házasság öröm. Legyetek boldogok, nagyon sok boldogságot kívánok, és gratulálok a szüneteket.